Főtisztelendő baptestvérek, tisztelendő nővérek, kedves birmálkozó fiatalok, Krisztusban szeretett testvéreim! Naponta a Kossuth Rádiónak van egy ilyen visszaemlékező műsora. Így harcolt a magyar katona nagy háborúban, és általában a dicsőséges hőstetteket, a rendfokozatokat, a kitüntetéseket sorolják. Kicsit úgy tűnik, mintha az a háború olyan jó lett volna. És aztán vannak elemző műsorok is, általában ilyen történészek visszagondolnak erre az időre, ami már sokkal, de sokkal sötétebb képet fest arról az időről, és nem egyszer egy-egy korabeli írónak a hírlapi, vagy valamilyen irodalmi munkájából idéznek egy-egy tárcából, hogy hogyan látták ők. Móra Ferenc is többször megszólal ebben a műsorban, hiszen átélte a háborút, és a maga szelíd természete ellenére is nagyon kemény szavakkal ítélte el azt az embertelenséget, azt a pusztulást. Kortársa volt Prohászka Otokár, nagy püspök, aki így summázta ezt a kort, ezt a háborút, hogy nem a Szentlélek lángja világított, hanem az ágyuk tüze. A Szentlélek lángja, amely az első pünkösd alkalmával jelképként érzékelhetővé tette a Szentlélek eljövetelét, olyan valóságra mutat rá, ami a Szentlélek tulajdonságát, a bennünk kifejtett hatását mutatja. Hiszen egyik himnuszban így énekeljük, elmét derítő tiszta láng. Talán már meg is kellene magyarázni némely gyereknek, hogy mit értünk azon, hogy elmét derítő tiszta láng, vagyis nem csak, hogy megőrzi az embernek az eszét, a józan ítélő képességét, hanem fölnyitja az értelmét a nagy igazságokra. Szörnyű dolog az, hogyha valaki a józan ítélő képességét, az értelmét elveszíti. Szoktuk is mondani, csak el ne vegye Isten az eszünket. Sajnos vannak olyan betegségek, amiket nem tud az orvostudomány jelen állás szerint gyógyítani, közvetlen hozzátartozóit sem ismeri meg már az ember. Az egyik legtragikusabb betegség ez. De a Szentlélek nem csak abban segít bennünket, hogy a józan eszünket el ne veszítsük, nem azért kérjük csupán, hanem nyissa meg nekünk az értelmünket az isteni igazságokra. Mert Istent ésszel odáig el lehet fogadni, hogy léteznie kell. Ezt már Szent Pál apostol mondta a rómaiaknak, hogy nagyon nagy bűnük van, mert értelemmel fölfogták, hogy Istennek léteznie kell, és mégsem szolgáltak neki, hanem a bálványoknak. Eddig eljut az értelem, de hogy valójában milyen az Isten, ki az Isten, azt Jézus Krisztus mondta el nekünk, de mint hallottuk az evangéliumból, azt mondta, hogy még sok mondani valóm volna, de még nem tudjátok elviselni. Ezt hagyta meg a Szentléleknek, hogy föltárja Jézus tanítása nyomán az Isten belső világát. Ja, hiszen az Isten önmagában abszolút szellem.
megtestesült fiában Jézus Krisztusban, de ő önmagában abszolút szellem, léleknek is fordítjuk. És mondja Szent Pál apostol, hogy az embert is csak az ember lelke ismeri. Nagy tudomány ágok épülnek arra, hogy hogy lehet megismerni egy embert. A pszichológiának különböző módszereivel próbálják megismerni. És mi magunk is egy idő után tapasztalatokra teszünk szert, hogy hogy lehet kiismerni egy embert. Arcmimikája, beszédmódja, viselkedése azért sok mindent elárul. De hányszor megtörténik az, hogy valahol becsapódunk, mert nem úgy ismertük az illetőt. Ritkán pozitív a csalódásunk, többször negatív. Mert az embert valójában az ember lelke ismeri, mert vannak kimondatlan olyan dolgaink, amikről sose szóltunk, amiket csak mi őrzünk. Valójában csak lelkünk ismeri önmagunkat. Ha ez így áll, hogy az ember igazi ismerője valójában az emberi lélek, akkor mennyivel inkább így áll az Istenre. És a Szentlélek, az isteni személy, az Atya fiú között öröktől életre kelt személy és szeretet, aki összekapcsolja a két isteni személyt harmadikként, aki elmondja nekünk, hogy valójában milyen az Isten, az ő belső világa, föltár annyit, amennyit az emberi értelem fölfoghat, és ugyanakkor nem csak hogy deríti az elménket az igazságra, hanem ebből az igazságból nekünk is oszt ajándékokat, még azt is, hogy ehhez az igazsághoz kitartók és hűségesek legyünk. Mert ha hiszek egyet, mindenkivel meg lehet tanítatni, hogy magold be és mondd föl. De hogy belsőleg úgy hiszem-e, ahogy én azt imádkozom, ahhoz kell már a hit és a Szentlélek kegyelme. Hogy amikor mi imádkozunk, az belső hitvallássá váljék. Az apostolok éppen ezért kapták meg már a Szent Lelket, hogy amit tanultak Jézustól, egyrészt lényege szerint összerendezetten tudják, de azt hitvalló módon hirdessék. Hallották ők már előtte is Jézus tanítását, de mikor eljött a keresztre feszítés órája, elpárolgott belőlük ez a meggyőződés, elmenekültek. A Szentlélek jött el aztán hozzájuk Jézus föltámadása után, aki megerősítette őket Jézusi tanításban, hitben, és bátorrá is tette. És föltárta előttük, hogy milyen az Isten, ki az Isten számunkra, és hogy mi kik vagyunk, hogyha egyszer az Istenhez tartozunk, Isten az Atyánk, Jézus Krisztust elfogadjuk, és a Szent Urunknak, és a Szent Lelket is Urunknak értetőnknek, hogy kik is vagyunk mi. Mert annyit jelent a keresztény név, hogy Krisztusi ember. És ebben segít bennünket, hogy a mi identitásunkat, ezt sokszor szokták használni újabban, és bár idegen szó, de azért már eléggé értjük, hogy mi a mi önazonosságunk, hogy valójában mi kik vagyunk. Hát, hogy kik a keresztények, azt a Szentlélek segíti megfogalmazni és megerősíteni az ember lelkében. És ezért osztogat lelki és szellemi ajándékokat. Még papnövendék voltam, és akkor kiküldtek bennünket a püspökök mellé szolgálatra, hogy ott a krizmát törölgessük le a megbérmált homlokáról, és egy alkalommal én magam hallottam
megboldogult Vajda püspök úrnak szokása volt, hogy vizsgáztatta és kérdezgette ott a gyerekeket. Én nem fogom, mert ítéltetek vizsgát. És ilyet is kérdezett, hogy mit kértél a Szentlélektől? És a gyerek azt mondta, hogy biciklit. Nem anyagi dolgokat kell kérnünk a Szentlélektől, hanem az ő ajándékait, a lelki ajándékait. És erről hallottatok, vagy tanultatok a Szentlélek hét ajándékáról, amire nagyon nagy szükségünk van. Ezen túlmenően ő ad úgynevezett karizmákat, azt az adományt, ami éppen abban segít bennünket, hogy helyt álljunk a mi életünkbe. Olyan tulajdonságokat. És mi az, amire legjobban szükségünk van? Az, hogy a minden napokban meg tudjunk maradni hűséges kereszténynek. A minden napok feladataiban. Mert lehet, hogy nagy dolgokra is képesített a Szentlélek, hogy még csodát is tud valaki tenni, beteget gyógyít, vagy nyelveken szól, vagy prófétál. De hát azért a legnagyobb ajándék Szent Pál apostol szerint is, hogyha a szeretet tetteit, vagyis a apró és kisebb jó tetteket hűségesen tudjuk tenni, és méghozzá minden nap. Mert egyszer-egyszer nagy fölbuzdulása sokaknak van. Hát gondoljunk arra, valami csapás éri az országot, árvíz vagy bármi más. Még az adakozó kedv olyan embereket is megindít, akik egyébként nem szoktak. Sok ajándék vagy pénzt is adnak olyankor. De az, hogy mindig hűséges maradjon valaki és kitartó, ehhez a Szentlélek kegyelmére van szükség. Az élet minden területén, legyen az házasság, munka, hivatás és így tovább. És az ember ebben fárad el legkönnyebben, és ezért is aggodalmaskodik és fél is. Jézusnak van egy példabeszéde, hogy az ember sokszor azzal tölti az idejét, hogy aggodalmaskodik, hogy mi lesz holnap, hogy mit fog enni, hogy fog öltözködni, hogy fog élni. És azt mondja az Úr Jézus, fontosak ezek, és tegyetek meg mindent, amit meg lehet, de ne aggodalmaskodjatok. Elég a napnak a maga baja. Akkor feleljünk meg. Mert se a tegnap, se a holnap nincs már a birtokunkba. Mindig az a ma van, ami éppen most előttünk van, és akkor kell hűségesnek lenni, és Jézus Krisztus tanítása szerint élni. És hogyha valaki azt kérdezi egy-egy nehéz helyzetben, hogy mit kéne most tennem, akkor kérje a Szentlélek Úristent, hogy világosítsa meg az értelmét, hogy Jézus Krisztus mit tenne helyében. Ugyanis a Szentlélek ebben segít, hogy Jézus Krisztus életformáját, életstílusát próbáljuk meg mi magunk is követni és kialakítani az életünkbe. De hát olyanokon tud segíteni, akiknek van mit földeríteni az értelmében. Ismeri a hitünk tanítását, olvassa a Szentírást, imádkozik, részt vesz a Szentmisén. Mindezek a hitbeli cselekedetek olyanok, amelyek elraktározódnak bennünk, és adott esetben a Szentlélek megvilágosítja az értelmünket, hogy most ezt kell tennünk. És ehhez még a kitartást és a hűséget is kell tőle kérnünk. A Szentlélek Úristen lelki ajándékait kérjétek, kedves birmálkozó fiatalok, mert azok a legfontosabbak, legmaradandóbbak, és azok adják igazában a lélek derűjét. Nem egy ilyen fölhajzottságot, eufóriát, hanem a lélek belső derűjét, ami igazi boldogságot is, örömet is tud adni.
és kérjétek azt is, hogy ez a bírmálkozás a még nagyobb elkötelezettség idejévé és szentségévé váljon, hogy mostantól még inkább maradjatok Jézus Krisztushoz, az egyházához hűségesek, és abban megmaradva találjátok meg a keresztény életnek a célját és értelmét. Amen.